Múltunk és jövőnk a víz. Mit csinálsz itt? Mindjárt elmondom, inkább gyere segíts. Jó, de miért csináljuk ezt? Majd megtudod, most nem mondom el. ₹140 víz. Jó, de most miért hordtuk ezt ide? Azt akartam megmutatni, hogy egy magyar embernek az átlag napi fogyasztása 140 liter víz. Á, azt nem hiszem el. De, bebizonyítom. Na, kezdjük a kísérletet. Most? Hát a reggeli fogmosással. Sajnos Fanni a reggeli fogmosáskor nyitva hagyta a csapot, így percenként 8 liter vizet folyat el feleslegesen. De a legtöbb háztartás a vizet a hagyományos öblítésű WC tartályokkal veszíti el. Egy öblítéskor akár 10-15 liter tisztított ivóvíz is elfolyik. Azért egy kicsit megijesztettél reggel a fürdőben. Mondtam, hogy kísérletezni fogunk. Nem igazán számítottam rád. De közben rájöttem, hogy tök fölöslegesen fürdök reggel is és este. Csomó vizet spórolhatnék, hogyha az egyiket kihagynám. Amúgy én sem vagyok normális, mert amikor iszom, tök sokáig folyatom a vizet. Mindig. Nekem a teafőzés ilyen. Minden reggel lefőzök egy liter teát, és csak egy bögrényit iszok meg belőle. Tényleg. Kérsz teát? Aha. Várjál. Ebből. Ha sokan mosogatni való, akkor érdemes bedugni a dugót, és akkor nem fogyasztasz ennyi vizet. De szerintem a legjobb megoldás a mosogatógép. Jó reggelt, tanár úr! Jó reggelt! Jó reggelt! És tanulóztam előbbet. Tanár úr, mi tulajdonképpen víznagyhatalom vagyunk? Itt Magyarországon a Duna-medencében vagyunk, a Kárpát-medencében vagyunk, ez elég sajátos tulajdonságokat ad a vízzel való gazdálkodásnak. Sok vízünk van, a Duna, Tisza, Dráva rettenetesen sok vizet szállít, ezzel szemben, hogyha az Alföldet nézzük, ott meg nagyon kevés víz van. Tehát Magyarországot a szélsőségek jellemzik, mind a víz eloszlás szempontjából, mind pedig, hogyha az árvizekre gondolunk, az aszályos, meleg, száraz nyarakra gondolunk, akkor árvíz, aszály, belvíz és csomó egyéb baj jellemzi a magyar vízgazdálkodást. Magyarország vízgazdálkodásának sajátossága az, hogy sok felszín alatti vízzel rendelkezünk. Az ivóvízellátás 95%-ban felszín alatti vizekből történik. És tudnánk jobban bánni a vízünkkel, úgyhogy több nyeressége legyen belőle az országnak? Hát persze, hogy tudnánk. Itt elsősorban az öntözésre érdemes gondolni, és a mezőgazdasága. Itt nagyon sok lehetőséggel találkozunk. Belvizeket érdemes lenne összegyűjteni, amikor sok van belőlük, és amikor aszályos időszakban nyáron kevés vízzel rendelkeznek, akkor öntözésre felhasználni. Mit csináltok itt az Ekolaborban? Az Ekolabor az az egyetemnek egy olyan pici kutatócsoportja, ami arra keres választ, hogy hogyan tudunk ökológikusan élni, összhangban a természettel, hogy a mindennapi életben a felesleges fogyasztást csökkentsük. Nagyon érdekes, hogy az általában a vízfogyasztásunknak az 50%-a az felesleges. És mondjuk olyas valaki, aki dizájnnal foglalkozik, ő mit tud hozzátenni ahhoz, hogy öko? A tervező körülbelül 80%-ban határozza meg, hogy milyen környezeti hatása lesz ennek a terméknek. Kialakíthatjuk úgy a környezetünket, hogy olyan tárgyakkal veszük körül magunkat, amik jóval kevesebb vizet fogyasztanak. De ez csak egy része, ez a látható része.
A MOMIN működő ekolabor egyik lelkes tagja, Alberto Vázquez találmánya például abban segít, hogy az zuhanyzáskor összegyűjtött vizet könnyedén fel lehessen használni WC-öblítésre. Nagyon sok dolog nem látható, például az, hogy egy ing vagy egy trikónak az előállításakor mennyi vízre van szükség, rengeteg vízre. Tehát egy pamut trikó előállításához körülbelül 2500 liter vízre van szükség. Valószínűleg 2050-re, hogyha így folytatódik a vízfogyasztásunk, akkor a világ nagy folyóinak a többsége már nem fogja elérni az óceánokat és a tengereket. És ha mondjuk egy bio-ingről beszélünk, akkor ez azt is jelenti, hogy mondjuk arra is odafigyelnek, hogy kevesebb vizet használjanak az előállításakor, és nem csak arra, hogy milyen anyagból készüljön. Igen, nagyon fontos azt megnézni a boltba, hogy mit tud maga az ing. Most már rajta vannak a cédulák, hogy nagyon sok hazai boltban látható az, hogy például ez a termék mennyi víz felhasználásával készült, vagy hogy biopamut felhasználásával készült, tehát jóval kevesebb vegyszert alkalmaznak a termesztésnél és a gyártásnál. Ezeket érdemes figyelni, és tényleg jobbat teszünk a környezetünknek, hogyha ilyet használunk. Egyfelől, másfelől elég divatos a dolog, úgyhogy a csajozásnál is segít, hogyha ilyen cuccokat hordunk. Fanni állítása szerint napi 4-5-ször megy ki a mellékhelyiségbe, ami a kézmosásokkal együtt minimum 40 liter víz. Megjött a vízszámlám. Szerinted sok? Nagyon sok. Ennyire? Hát nagyon sok. Mit csinálok rosszul? De rengeteg mindent lehetne csinálni, és spóroljál a vízzel. Eljöttünk Gáborhoz, aki most meg fogja nekünk mutatni, hogy milyen technikák vannak még otthon is a vízspórolásra. Nem, kíváncsi vagyok. Otthon viszonylag nehéz vizet spórolni, de azért van egy pár módszer, amivel megpróbálkozhatunk. Ilyen kis apró kütyüket mutatok nektek, amivel a vizet lehet oxigénnel dúsítani, és emiatt kevesebb víz fog folyni. Tehát a kezdeti mondjuk 9 liter per perc, ez képest mondjuk 3, 4, 5, 6. Ezek a csapba szerelhető kis kütyük, ezek akár 70%-kal is csökkenthetik a fogyasztásodat. Ez anyagilag is nagyon megéri akkor. Ezek megérik. Zuhanynál lehet valahogy spórolni? Erre is tudok nektek mutatni egy ilyen kis zuhanyrózsát. És ez is ugyanezen az elven működik? Pontosan ugyanezen az elven, hogy kevesebb vizet hagy átáramolni a kis lukacsos részen. És a WC? A WC az egy keményebb dió, ezek az új öblítésű rendszerek, már ami gombnyomással működik, azok viszonylag tudod szabályozni, hogy mennyi vizet használj, viszont a régebbi nagy tartályokon ott is vannak praktikák. Ez az egyik, amit a tartályba a kis útmutató alapján beszerelve, csak annyi vizet fogsz használni, amennyire szükséged van, illetve az igazi nagy, ilyen régi 6-8 literes tartályokba bele lehet rakni valami kis ilyen térkitöltő elemet, amivel szintén kevesebb víz fog a tartályba kerülni. Na hát itt vagyunk a hátsó kertetben, és van egy óriási nagy fekete doboz. Ez micsoda? Ez egy IBC tartály, ezt tudtam szerezni, hogy gyűjtsem a csapadékvizet. Körülbelül mennyi fér bele? Tehát mi az, mi ez egy köbméteres tartály, 1000 liter fér bele. 1000 liter fér bele. És mennyi időbe telik, míg megtelik egy ilyen tartály? Két nagy eső megtölt egy ilyen tartályt. Ez körülbelül mennyi időre elég? Szerintem ez több hétig elég egy ilyen tartályvíz, és ugye folyamatosan újra töltődik, hogyha esik az eső. Mire hasznosítod? A kertet locsolom vele. Spórolunk. Igen. Másrészt pedig azért ez egy sokkal jobb minőségű lágy víz, ami jobbat tesz a növényeknek. Vannak még más ilyen vízspórolási technikák? Igen, a kertben létezik egy nagyon bevált taktika, a zöld mulcsozás, amikor fűkaszálékkal borítod be a talajt, ami amellett, hogy nagyon jót tesz a kis mikroklímának, rengeteg vizet takarítasz meg, kicsapódik rajta a harmat, az is már megnyerted, és sokkal kevésbé párolog a talajból a víz. Fanni hazament, ahol félig rakta a mosógépet. Ismét pazarolt, mert fél adag ruhamosásához használ annyi vizet, amennyit egy teljes adaghoz kellett volna. A mosószerből szintén dupla annyit használ, mint amennyire szükség lett volna. Ezután megnézett még egy filmet, majd újra lezuhanyozott. Ehhez ismét elhasznált 40 liter vizet.
Azért, hogy a világ drámaian növekvő vízfogyasztását mérsékeljék, már több országban indítottak sikeres víztakarékossági kampányokat. A vízhiánnyal küzdő Mexikóban például azt reklámozzák, hogy a szerelmes párok közösen zuhanyozzanak. Így akár 40%-kal is csökkenhet a vízfogyasztásuk. Brazíliában pedig egyenesen arra buzdítja a lakókat egy reklámfilm, hogy zuhanyozás közben pisíljenek. Londonban a zuhanyozás közbeni éneklésre buzdítja ügyfeleit a vízmű. A Thames Water rövid, víztakarékos lágereket ajánl, mindenekelőtt Beatles dalokat, mivel azok kellően kurták a zuhanyozás optimálisnak tartott 4 perces idejének betartására. Legközelebb zuhanyzás előtt is választhatok magatoknak valami könnyen énekelhető dalt, de lehetőleg ne a Pink Floydtól. A kampány a Nemzeti Környezetügyi Intézet megbízásából az Európai Unió támogatásával és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Új Széchenyi terv. Magyarország megújul.